A koraszülött csecsemők fejlesztését, illetve a gyermekközösségekbe történő befogadását kívánja elősegíteni az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány mentorprogramja. A 3 éves projektben a családok is átfogó támogatást kapnak az őket érintő nehézségek feldolgozásához. A nyíregyházi mentorházat március elején adták át. A Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskolában indult útjára az újszülötteket segítő helyi mentorprogram, ahol előadásokkal és fejlesztő programokkal várták a családokat. A hálózat központjai Debrecenben, Szolnokon és Nyíregyházán vannak. 2017 őszén elsősorban Debrecen volt a projekt események főhelyszíne, most a Szabolcsi megyeszékhely válik akkor a szülöttek mentorálásának régiós központjává. A nyíregyházi mentorházat a Báthori utcában alakították ki. Ide várják a koraszülött babákat és családjaikat, ahol zene, bölcsi, énekkar, érzékenyítő játékok és babamama klub is működik. Ezek mellett a mentorházban lehetőség nyílik pszichológussal és gyermekgyógyásszal is beszélgetni, illetve a szociális támogatásokról is felvilágosítást kaphatnak a szülők. A műsor vendége a téma kapcsán Kondorné Pejlül Borbála, a mentorház vezetője. Köszöntöm a stúdióban, Borbála. Mondjunk pár szót arról az alapítványról, amelynek köszönhetően egyáltalán ez a mentorprogram az ország több pontján elindulhatott, ugye az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítványról van szó. Igen, az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítványt 2001-ben a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának neonatológusai hívták életre, dr. Balla György József professzor úr vezetésével. Mit tud felvállalni ez a mentorprogram, és egyáltalán mi hívta életre? Az alapítvány munkájának hatalmas lendületet adott a Magyar Állam és az Európai Unió pályázati támogatása, amely révén 2017. szeptember 1-én megindulhatott a Jótettekre vagyunk teremtve mentorprogram az Észak-Alföldi régió koraszülöttjei részére című projekt megvalósítása a Széchenyi 2020 program keretében. Mik lesznek azok a feladatok, amit fel tudnak vállalni? Koraszülöttet nevelő családokat segítünk, mentorokat képzünk ki, és a mentorok tartják a kapcsolatot a családokkal. A mentorok feladata, hogy tartsák a kapcsolatot a családokkal, felmérjék az igényeket, és a igény szerint segítsék a családokat. A családok fognak arról tudni, hogy önöket kereshetik? Vagy ez a kapcsolat, ez az egészségügyi rendszeren keresztül összehozza majd önöket? Alapelve az alapítványunknak, hogy csak azoknak segítünk, akik önmaguknak kérnek segítséget. Ez persze nem zárja ki azt, hogy bizonyos szakemberek ebben a munkában ne segítsenek. Így például gyógypedagógusok, gyermekorvosok, védőnők ajánlanak minket az édesanyáknak, és az ilyen műsorok is, mint például ez, azt szolgálják, hogy minél szélesebb körben megismerhessenek bennünket. Hallottuk a felvezető szövegben is, hogy az ország 3 pontján van ilyen program, a 3-ból az egyik Nyíregyháza. Van esetleg annak valami kivételes, különleges oka, hogy épp ez a 3 város, és hogy bekerülhet egy Nyíregyháza is? Az Észak-Alföldi régió 3 fontos városát választottuk ki, Debrecen, Szolnok és Nyíregyházán működik mentorház. Azt lehet tudni, hogy milyen költségvetéssel sikerült ezt a programot beindítani és megteremteni például azt az infrastruktúrális alapot, ami ebben az esetben a házat is jelenti, illetve az ott dolgozóknak a munkadíját. 620 millió forintos támogatást nyert az alapítványunk. Hány mentorral tudnak együtt dolgozni? Itt Nyíregyházán 8 mentorunk van. És ön személy szerint? Én mentorházvezető vagyok itt, a munkát szervezem meg, és magyar énekszakos tanár vagyok, és fejlesztőpedagógus, úgyhogy a gyerekek zenei nevelésében is
részt veszek, zenei foglalkozásokat tartok majd. És hogyan került kapcsolatba ön egyáltalán ezzel a lehetőséggel? Baráti család révén kerültem kapcsolatba. Egy olyan család révén, akik maguk is koraszülött és Down-szindrómás gyermeket nevelnek. Azt tanultam tőlük, hogy soha sem szabad feladni, és minden helyzetből ki kell hozni a legjobbat. Meg kell próbálni kihozni a legjobbat. Lehet-e valószínűség számítást végezni abból a szempontból, hogy az önök rendelkezésére álló következő 3 év, hiszen a program ilyen időintervallumra datálódott, hogy vajon hány gyerekkel kell foglalkozni? Igen, hát vannak előzetes számításaink és vállalásaink a pályázat keretében. 1800 főt szeretnénk bevonni a programunkba, de nem csak a gyerekeket érinti ez, hanem a szüleiket is. Azt is hallottuk, igen, hogy a családoknak mindenképpen segítséget szeretnének nyújtani. Most, hogy már van egy külön program, ennek keretén belül egy önálló helyszín oda való mentorokkal. Most már egy kicsit olyan könnyebbnek és egyértelműbbnek tűnik az út, hogy hová kell fordulnia az érintett családoknak. Ezt megelőzően mi volt? Hogyan oldotta ezt meg az alapítvány? Nagyon sokáig önkéntesekkel dolgozott az alapítvány. És most is várjuk szeretettel az önkénteseket, mert nem csak a gyermekekhez és szüleihez fordulunk, hanem a szakemberekhez is. Van egy érzékenyítő programunk, amellyel járjuk majd a főiskolákat, kórházakat, és segítünk abban, hogy az érzékszervi sérüléssel élő gyermekek helyzetét jobban átérezhesse mindenki. Mekkora a nyitottság arra egyébként, hogy a mai Magyarországon, és ugye célzottan most Kelet-Magyarországról beszélünk, a mi esetünkben pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, tehát mit lehet elmondani, hogy mekkora a nyitottság a felnőtt emberekben arra, hogy segítsenek akár ezen a területen? Én úgy látom, hogy eléggé nyitottak erre az emberek, szívesen segítenek. A nyitó rendezvényen nekünk is jó pár önkéntesünk volt, és ennek nagyon örültünk. Hogyan tudnak bekapcsolódni? Mi szükséges ehhez? Az önkéntes munkához? Igen, hogy önökhöz csatlakozzanak, vagy egy-egy rendezvényen, egy-egy kezdeményezés kapcsán tudjanak támogatást nyújtani. Hát egyrészt, hogy hallnak rólunk, ismerettség révén esetleg, és tervezzük azt, hogy az önkéntes munkába úgy tudjuk segíteni a fiatalokat, hogy a közösségi szolgálat 50 óráját is nálunk megszerezhetik a diákok. Arról többször is beszéltünk, hogy 3 évben gondolkodik a program, viszont ott van egy ház, egy mentorház, amit a program keretében ugye ki is alakítottak, illetve annak a működése, hogy elindulhasson. Viszont az a ház 3 év múlva is ott lesz. Mi a helyzet akkor, ha letelik a 3 év? Az egyházak segítségét kérjük, és mindenképpen dolgozunk azon, hogy fenntartható legyen ez a program. Tehát a terv az, hogy amit most elkezdtek, azt nem zárják le 3 év múlva, hanem... Valóban. Igen, szeretnénk folytatni. Kikkel működnek folyamatosan együtt? Milyen szervezetekkel, intézményekkel? A nagy 3 történelmi egyházzal, kórházakkal, védőnői szolgálatokkal, iskolákkal, óvodákkal, a Szent Lukás szeretett szolgálattal, és folyamatosan bővül ezeknek a köre. Köszönöm szépen, Borbála, hogy itt volt nálunk a stúdióban, és elmondta ezeket az információkat.